Páskát ünnepli. Érdekes az ünnep abban a tekintetben, hogy ez a szó, hogy Szent Háromság, nincs benne a Szentírásban. Mégis kinyilatkoztatott igazságról beszélünk, ami azt jelenti, hogy az ember a saját maga értelme által nem tud eljutni ennek az igazságnak a felismerésére, hanem Jézus Krisztus az, aki föltárta előttünk az Istennek a lényegét. Akit az Atya küldött, és aki az Atyát akarta bemutatni nekünk. Jézus mondja magáról, hogy én és az Atya egy vagyunk, és aki engem lát, látja az Atyát is. Ugyanakkor az Úr Jézus vallja az ő fiúi mi voltát, mielőtt Ábrahám van, én vagyok, vagyis beszél az ő fiúi örökké valóságáról, hogy mióta a világ fönnáll, azelőtt is már létezett. És beszélt a Szentlélek Úristenről, akit az utolsó vacsorán olyan értelemben is föltár az apostolok előtt, hogy majd elküldöm a vigasztalót, az igazság lelkét, aki eszetekbe juttatja mindazt, amire tanítottalak benneteket. És az utolsó vacsorán azt is mondja az Úr Jézus, hogy még sok mondani valóm lenne nektek, de még nem vagytok hozzá elég erősek, hogy mindezt megértsétek. A Szentlélek Úristen volt az, aki az egyházat elindította, és a Szentlélek az, aki ezt az igazságot is segített föltárni előttünk, hogy megértsük azt, hogy az egyetlen Isten három személy, Atya, Fiú, Szentlélek, mégis egy, ahogyan a kezdő énekünkben énekeltük, oszthatatlan. Akkor, amikor az Istenről beszélünk, akkor az Istennek a legfőbb tulajdonsága az, hogy jó. Sőt, még azt is hozzá kell tennünk, hogy az Isten végtelenül jó. Ebből az isteni jóságból fakad az Istennek a szeretete. És hogyha a három isteni személyt megnézzük külön-külön is, mindegyik személynek tulajdonítunk valamit, miközben az egész Szent Háromság cselekszik. Az Atyának tulajdonítjuk a teremtést. Ő a kiinduló pont. És hogyha megnézzük a teremtett világunknak a szépségét, akkor föltárulkozunk előttünk, hogy az Alkotó az nagyon szép lehet, és nagyon bölcs. Akkor, amikor az Úr Jézus beszél nekünk az Atyáról, akkor az irgalmas Atyát tárja elénk, aki várja a tékozló fiát. Vagyis az Istenben megmutatkozik az a tulajdonság, hogy keresi az embert, keresi a bűnös embert, és hogy nem akarja a bűnös embernek a halálát, hanem azt akarja, hogy éljen. Aztán ott a fiún, Jézus Krisztuson keresztül föltárulkozik előttünk a megváltásnak az ajándéka. Vagyis, hogy az Isten fia az Isten akaratát teljesítve bemutatja nekünk az Atyának a szeretetét. Isten úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Valójában az Istennek ez az oda ajándékozó szeretete, ami az Istennek a legfőbb jóságát megmutatja számunkra. Miközben az emberek nem fogadták el az Úr Jézust, mert a bűntelent keresztre feszítették. Ennek ellenére az Atya adja nekünk az ő fiát. És ebben az odaadottságban mutatkozik meg az Istennek a mindenek felett álló szeretete. Mert hogy Jézus Krisztus mindegyikünket megváltott. Jézus Krisztus minden emberért értem is meghalt. És akkor is meghalt volna, ha csak egyedül értem tette volna ezt meg.